Először 2004-ben, majd azóta minden esztendőben a Budafok Tétény Múlt Jelen Jövő Asztaltársaság és a Klauzál Gábor Társaság közreműködésével a Lics Pincészetben találkoznak a kerület díszpolgárai. A vendégeket dr. Mészáros Péter köszöntötte, majd az elhunyt díszpolgárokra emlékeztek a megjelentek. A hagyományoknak megfelelően az újonnan megválasztott díszpolgárt az előző évi díszpolgár köszönti, de most P. udvarnoki László atya helyett Bogó Ágnes adta át a képzeletbeli stafétát Lászlóné Varga Évának. A lelkek megújítása és valahol a Téténynek a saját karakteres arculatának kialakítása jelentősen az Éva munkája nyúszik. A nagytétényi polgári kör elnöke beszédében kiemelte, ez az elismerés nem csak az övé, hanem minden tétényié. Összefogással, úgyhogy szeressük egymást és próbáljuk valami szépet és jól csinálni, ezt mi komolyan tesszük. Igaz, hogy 248 tagunk van, de fontos az, hogy nagyon sokan állnak mögöttünk, és mindig a cél a lényeg, amiért összefogunk. A hagyományokhoz híven Garbóczi László helytörténész köszöntötte először Lászlóné Varga Évát a díszpolgárok társaságában. A régi latinok mondták azt, hogy beati bene nati, boldogok a jó születettek. Én azt hiszem, hogy minden díszpolgártársam, aki hivatalos feladatán, szakmáján, munkáján túl a közösségért is áldoz, szabad idejét, fáradtságot nem kímélve, az tényleg méltó arra, hogy közösen örüljünk és megtiszteljük, és azt kérem, hogy a korábban megválasztott díszpolgároknál is, hogy az elkövetkezendő években is szolgáld őszintén Tétényt, Budafok Tétényt, és segítsd a rászorulókat. Istened téged úgy segélyen. Kedves egészségedre Az est folytatásában leleplezték P. udvarnoki László atya díszpolgári tablóját, majd a vendégek vetített képek és rövid előadások kíséretében beszélgettek Budafok Tétény múltjáról, jelenéről és jövőjéről.